is. Tollacskák, babák, tessék, itt vannak tollacskák. Itt is van tollacska, itt van édeseim. Vegyetek tollat, itt közelebb rakom. Itt is van tollat, kész édesem, remélem. Oda raktam a tollat, várjam, elveszem a húba. Elfélsz édes, azt lerakom ide. Végeztünk a kultúrán képzéssel, mind a kettőn diplomát szereztünk. Szerencsére gyakorlati oktatást nem volt, viszont nagyon megéheztünk. Zina remek előadást tartott, nagyon-nagyon élveztük. De tény is való, hogy az egész napi mászkálásban most már megkordult a gyomrunk. Korabeli ételeket eszünk. Én csülköt kértem káposztával. Én pedig, bocsánat, kacsacombot kértem pepsis burgonyával. Jó étvágyat nekünk! Jó étvágyat! Véget ért a lovagi torna, kinizsipányát. Sajnos a játékról nem készíthetünk videófelvételt, de reméljük, hogy képek formájában azért meg tudjuk mutatni nektek, hogy milyen előadáson vettünk részt. Nagyon izgalmas volt, láttunk ijászbemutatót, kardvívást, dárdadobálás, dobócsillag, lóról, ló nélkül. Egy fiatalember följött, és a közönség soraiból is lőtt íjjal. Minden lövéssel teli találat volt szinte, dobtak neki korongokat, azt is le tudta lőni a levegőbe, de nem akarunk minden trükköt, meg minden mutatványt elárulni, ezt is élőbe kell látni.
iratkoztok a csatornánkra? Egy feliratkozók már van. Kicsit lámpalázos. Egy albinó szamár. Azt a kis szamárt? Nem a kezemet harapja le. Ó, igen. Szia! Na, hát ezt az elegette. Jó csöztél. Finom volt. Legalább ne kízlik. Amíg tele a száj, addig meg is jól látom. Nagyon finom szőre van. Nem vagy, hogy gyászik az esete. Csak akartam. Márton! Melyik vagy? Várjál, ne menj el! Ne menj el! Márton! Véget ért a kirándulásunk a Bikari Puchner kastély birtokon. Nekem nagyon bejött, tetszett minden. Az eleje kicsit döcögősen indult, de meg kellett ismerkednünk itt a lehetőségekkel, és utána már gyorsan körbebarátkoztunk mindennel. Természetesen tavasszal, illetve nyáron még több program várja az érdeklődőket, és nagyon családbarát ez a hely, ugyanis a kisgyerekek is teljes mértékben el tudják foglalni magukat. Ami még most egy picit újdonság volt, ugye a múltkori videónkat egyeken forgattuk, ha nem néztétek meg, akkor pótoljátok, és ugye ott minden díszlet, illetve kellék volt, az összes ház Niketszelből épült, itt pedig minden valódi, úgyhogy hozzá kellett szoknunk ismét a valódi épületekhez, és hogy itt mindent megérinthetünk, fölmászhatunk. Ez egy teljesen más perspektíva most újból ismét. Úgyhogy azt hiszem most a legutóbbi két hétben igazán élménydús programjaink voltak. Ha tetszenek a videóink, lájkoljátok és iratkozzatok fel! Itt ragadtam! Vele mi történt? Hát azt hiszem, hogy kicsit túl kíváncsi voltam, nem kell mindent levideózni.